Érdemi tárgyalásokat kér Vittinkov Tamás a kormányzattól. Levélben sürgeti a polgármester, hogy kapja vissza a város az állami költségvetésből az elengedett iparűzési adó összegét. Felújításokat végeznek a bezárt városi uszodában. Már megújult a pincerészben a szellőzés, ami tűzvédelmi és munkavédelmi szempontból fontos. Beszédre fel, új könyvvel buzdít a szép beszéd gyakorlására a Balázs Eszter mesterlogopédus. És Budaörs nagyjai, új kiállítás nyílt a Heimat Múzeumban a település kulturális életében meghatározó személyekről. Hétközben, jó estét kívánok! Önök a TV2040 Budaörsi közéleti magazinját látják. Megszorításokkal teli költségvetést kell Vittinkov Tamás polgármesternek beterjesztenie, ha a város nem kap vissza valamennyit a kormány által elvont forrásokból. Ez abból a levélből derül ki, amit Vittinkov Tamás polgármester írt Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszternek. Az önkormányzat honlapján közzétett dokumentum szerint a polgármesternél járt Csenger Zalán Zsolt, a térség Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselője, és ő motiválta arra, hogy levelet írjon Gulyás Gergelynek. A polgármester a levélben arra hivatkozik, hogy a 25 ezer főnél kisebb települések gyakorlatilag visszakapták a tőlük elvont iparűzési adót. Mint írja Budaörsnek, az iparűzési adó részbeni elengedése 1,5 milliárd forint kiesést jelent. Ráadásul a szolidaritási hozzájárulása 2,1 milliárd forintról 3 milliárd forint fölé emelkedik az idei évben, a gépjárműadó bevétel elvétele pedig további 170-180 millió mínuszt jelent. A polgármester ezért azt írja, hogy a jelenlegi helyzetben kénytelen lenne olyan költségvetési javaslatot megfogalmazni, amely már rövid távon is az itt élőknek és az itt tevékenykedő vállalkozóknak is hátrányos intézkedéseket és megszorításokat jelentene. Hozzáteszi még Vittinkov Tamás azt is, hogy reményei szerint a kormányzati célkitűzések között ez nem szerepelt. A polgármester a helyzet miatt érdemi tárgyalásokat szorgalmaz a bevétel kiesések kompenzálásáról, és arról, hogy kapja vissza a város az állami költségvetésből az elengedett iparűzési adó összegét. A levelet teljes egészében a budaörs.hu oldalon lehet olvasni. Az önkormányzatoknak a költségvetést egyébként február 15-éig kell elkészíteni, és a polgármesternek benyújtania a képviselőtestületnek. Jelenleg a járványhelyzet miatt ülést nem tarthatnak, a városatyák ezért írásban véleményezhetik a tervezetet, a végső döntés joga pedig most a polgármesteré. Felújítási munkákat végeznek a járványhelyzet miatt bezárt városi uszodában. Már befejezték a legnagyobb rekonstrukciót, a pincerészben szellőztetést építettek ki. Ez tűzvédelmi és munkavédelmi szempontból is fontos. A beruházást az önkormányzat finanszírozta, bruttó 63 millió forintba került. Utolsó szakaszába érkezett a budaörsi városi úszoda és sportcsarnok gépészeti rendszerének a felújítása. A kényszerű bezárás megfelelő körülményeket biztosított arra, hogy az elavult légkezelő rendszert felújítsák, biztosítva ezzel a korszerű feltételeket. Elég régóta problémát jelent, ugye nem csak az úszoda felső részét, amit az emberek látnak és tapasztalnak, amikor a medencében vannak, hogy van egy alagsor, ahol a vízkezelése folyik. Ebben az alagsorban vannak a vegyszerek, amik a szükségesek a kezeléshez, és itt az elszívó berendezés előregedett, már nem tudta ellátni a feladatát, kisebb teljesítményű volt, ezért megterveztettük az új elszívó berendezésnek az elkészítését. Meg is kezdtük a munkát. A munka során az elektromos hálózat felújításra kerül, az új gépészeti rendszer kiépítésre kerül, új elszívó tornyokat kellett építenünk az úszoda mellé, amelyik az elhasznált levegőt kidobja. A tornyok kialakításánál természetesen figyelembe vették a létesítmény építészeti jellegzetességeit. Ugyanolyan faburkolattal látták el az új műszaki egységeket, mint magát az úszodát. A bruttó 63 millió forintos beruházással teljesen korszerű és biztonságos lesz az alagsor légkezelése. A legnagyobb munkáink igazából nem látványosak, tehát általában olyan munkálatok, amiket most végeztünk, amiből amikor visszatér az élet, akkor keveset fognak nem tapasztalni, de látni a vendégeink. Ugye itt a legnagyobb munkánk az önkormányzat, ez egy önkormányzati beruházás volt, az a pincetéri szellőztetésnek a kiépítése.
Ez mind tűzvédelmi, mind munkavédelmi szempontból fontos volt, hiszen azért ott nagyon erős vegyszerekkel dolgozunk, ha nincs meg normális a szellőztetés, akkor sem a munkakörülményeket nem tudjuk úgy biztosítani, sem azokat a biztonsági előírásokat, amivel akár kollégáink, akár más munkavállalók épségét megóvjuk. Ennek az átadása ez most fog megtörténni. A folyadékhűtő száraz hűtőrészének a kapacitás bővítése, az befejeztük, az is egy önkormányzati beruházás volt, és emellett számos olyan munkálatot tudtunk megoldani, ami üzemvitel mellett mindig nehezen vagy nehéz logisztikával oldható meg, tehát vagy záráskor, vagy hétvégén olyan időszakban, amikor nincsen akkora forgalom, de azok sokszor fennakadásokkal járnak, tehát azt érzik mindig a vendégeink. Most sajnos adta az élet ezeket a lehetőségeket, hogy úgy tudjuk kezelni, hogy igazából nem kellett most megszakítanunk az életünket. A légtechnikai rendszer felújítása mellett persze több kisebb gépészeti munkát is el kellett végezni az épületben. Ez egy folyamatos, kicsit fogalmazhatunk úgy, hogy egy ilyen szélmalomharc, tehát gyakorlatilag ezért ez egy 10 éves épület, egy 10 éves épületnél, ami 0-24-ben az év 363 napján nyitva van normál esetben, tehát most sajnos többet vagyunk zárva. Ott azért ebben a korban már folyamatosan napi szintű felújításaink vannak, és itt nem csak a burkolat, vagy csap, vagy egyéb olyan cseréket mondom, amiket mondom a vendégek nap mint nap tapasztalnak, és esetleg bosszúsággal tölti el egy-egy vendéget, hogy éppen az a zuhanyzó nyomógomb miért nem működik. De hogyha komplexen nézzük, akár gépészet, akár kazán, akár tele van gyakorlatilag olyan műszaki megoldással az épület, ami nélkül ugye nem tudna működni, ami hát folyamatosan használódik, néha romlik el, néha szinte megoldhatatlan feladat elé állít minket, tehát ezek a klasszikusan olyanok, amik egyébként egy háztartásban is sokszor előfordulnak, és mindig a legrosszabbkor, tehát ugye az áram vagy a melegvíz is mindig hétvégén megy el otthon is, itt is általában a kazán az soha nem nyáron adja meg magát, hanem mondjuk január vagy februárban a legnagyobb hidegekben, amikor ezek nélkül nem tudunk működni, de ugyanazt tudom mondani, mint amit eddig talán minden alkalommal elmondtam, hogy tényleg példás az önkormányzat és a cég közötti kapcsolat, példás az, hogy az önkormányzat kezeli és ahogy áll ehhez a létesítményhez. Az uszoda zuhanyzóinak nyomógombjai mellett néhány helyen kijavították a csempék hibáit, több helyen átfestették a falat, megújult a küzdőtéri eredményjelző, és a Tammedencék dilatációjának a javításait is elkezdték a létesítmény munkatársai. Ezzel együtt lassan véget ér a pályázati forrásból elindított belső felújítás is. Ennek köszönhetően a belső szigetelés és az öltözők is megújulhattak. Ez a kézilabda klubnak volt a TAO pályázatában. Itt azért a bérlőinkkel van olyan kapcsolat, hogy a saját pályázatukba, amíg lehetőség adódik, addig nyilván megpróbáljanak belerakni olyan elemeket, ami nyilván ő általuk is le van használva, de ez az ő mindennapjaikat is megkönnyíti. Ezekre azt tudom mondani, ezek folyamatosak, az általad felsoroltak egyébként befejeződtek és átadásra kerültek, de például pont a napokban fejeződött be a kinti multifunkcionális pályánknak, ugye ott a strandkézi és a strand röplabda strandfoci pályánknak a teljes felújítása. Így gyakorlatilag a homokcserétől kezdve a labdafogó hálóig, tehát mindent gyakorlatilag alfától omegáig felújításra került. Úgyhogy tényleg azt mondom, hogy folyamatos csak a karbantartások és a munkavégzések, de vannak olyan elemek is, ami megint csak nem látható, például a menekülési útvonalnak számító mentőbejárat kapujának a cseréje, ami nyilván, mivel menekülési útvonal, ezek nem egy választható opciók, tehát ez nem olyan, hogy lekopik a festék és vagy festem, vagy nem, maximum picit csúnyábbak leszünk, hanem ezek olyan hatósági előírások, amit mi magunk, mint üzemeltető sem engedhetünk meg, hogy valami pelet szemet hunjunk.
A folytatásban a kezemben van egy könyv, Beszédre fel a címe, és Balázs Eszter a szerzője, aki mesterlogopédus, beszédtanár, és egyébként a Szeneka Közhasznú Alapítványa Dadogókért elnöke, vagy ön úgy mondja, hogy önkéntesek. Ez csak a jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Budaörsön is nagyon sok gyereket, főleg gyereket tanít beszédre. Felnőtteket is tanítom, korosztályra való tekintet nélkül. És nem csak dadogókat. Nem csak a dolgokat, beszédtechnika és kommunikációs tréningek is a profilunkba tartozik. És pont erről szól ez az egyébként nem is kis könyv, rengeteg gyakorlat, rengeteg beszélgetés van benne. Mi ezzel a célja? Meg lehet tanulni beszélni, vagy legalábbis a beszédet tanulni egy könyvből? Hát könyvből nagyon nehéz beszélni, tanulni, inkább a gyakorlat az, ami ebben segíti az embert. De a célja, vagy hogy miért is írtam meg ezt a könyvet, ha ez a kérdés, akkor azért, mert elég sok képzést vezetek hallgatóknak, illetve nem hallgatóknak, hanem már képzett, végzett logopédusoknak, meg pedagógusokat is szeretettel várok ide, sőt, pszichológusok is előfordulnak nálunk. Tehát kommunikációs tréningeket végzett diplomás embereknek tartok. És ezeken a képzéseken sokszor felmerült, hogy gyakorolni kell, mert csak akkor érnek el fejlődést, hogyha kiegészítik az elméleti tudást, meg a képzésen szerzett gyakorlati ismereteket egy otthoni ráerősítéssel. De sokan, főleg felnőttek, azt gondolják, hogy hát egyrészt mi már felnőttünk, tehát tudunk beszélni, másrészt, ha meg is tanulunk beszélni, tehát mondjuk egy kommunikációs tréningen részt veszünk, főleg politikusok vagy cégvezetők, akkor azt gondolják, hogy azt kell megtanulni, hogy mit mondjunk, nem azt, hogy hogyan. Pedig lehet, hogy a hogyanon sokkal nagyobb a hangsúly. Nagyon-nagyon fontos ez a kérdés, amit föltett, és a könyvvel kapcsolatban is el szeretném mondani, hogy a tartalom és a forma az rendkívül fontos, és összetartozó, és egymást erősítő, illetve gyöngítő két dolog. Ez a könyv nem lenne olyan sikeres, bocsánat, ha ez nagyon nagyképűnek hangzik, de most már karácsony előtt jelent meg ez a könyv, tehát viszonylag sok visszajelzés érkezett, és mindegyik rendkívül jó. De nem lennének ilyen jók ezek a visszajelzések, hogyha nem lenne ilyen gyönyörű ez a könyv, mert gyönyörű. Szóval úgy érzem néha, és meg is akarom említeni ezeket a társaimat, akik segítettek, Bózsó Martina a címlapnak a tervezője, és Pintér József pedig a tipográfus, aki a belső kinézését felelős. Én magam is meglepődtem, amikor vasárnap készültem az óráimra, a heti óráimra, és valahogy úgy nem jutott eszembe a feladatok, mindig nagyon egyénre szabottan próbálok dolgozni, ott ültem, rágtam a ceruzát, és ott volt mellettem a könyv. Kilapoztam, és akkor lepődtem meg, hogy milyen hihetetlenül megkönnyíti az én életemet az, hogy tudom használni ezt a saját magam által összeállított könyvet. És valahogy azt éreztem, hogy ez valahogy úgy viszonyul ez a tartalom és a forma egymáshoz, mint a szobrász meg az agyag. És el is mondtam Pintér Józsefnek, hogy úgy érzem, én adtam neked egy anyagot, egy agyagot, de abból te csináltál szobrot. Uh-huh. És ez alkalmas arra ez a könyv, nyilván esetleg egy szakember segítségével, de hogy ebből bármit is megtanuljunk, bármit is gyakoroljunk, mert én azt gondolom, hogy aztán majd kijavít, ha nem ért velem egyet, hogy kétféle tudás létezik. Az egyik tudás, amit megtanulunk, mondjuk egy nyelvet, de azt akkor tudunk igazán beszélni, ha ezt gyakoroljuk, mert ha nem, akkor elfelejtjük. A másik egy olyan, ami a képességünké válik, tehát hogy mondjuk megtanulunk korcsolyázni, vagy megtanulunk biciklizni, és lehet, hogy 10-20 évig nem korcsolyázunk vagy biciklizünk, de ha ráülünk a biciklire, akkor ha kicsikét dölöngélve is, de el tudunk vele menni. Ha megtanulunk rendesen beszélni, akkor előjönnek azok a dolgok, amiket megtanultunk, és ha nem gyakoroljuk, akkor is a részünké válik. Igen, itt ebben a könyvben ugye nagyon sok QR kód van, és ez roppant praktikusra teszi a könyvet, mert aki sokos telefonját ráhelyezi az ember, ha lehívta a QR kód alkalmazást, és már meg is nézi ott a gyakorlat mellett, hogy hogy is néz ki az a feladat vagy játék a gyakorlatban. És igen, amikor készültek ezek a felvételek, akkor volt tanítványaimat hívtam meg, hogy segítsenek nekem ezeket a felvételeket, legyenek a partnereim elkészíteni. És a foglalkozás végén ott is meg lehet nézni, valamelyik QR kód tartalmazza, mindig van véleményalkotás. És ezek a gyakorlott logopédusok,
beszédtanárok, beszédtechnika tanárok a foglalkozás végén szinte kivétel nélkül mind azt mondták, hogy meglepődtek, hogy milyen nehéz, mennyire kellett nekik figyelni a foglalkozáson, de miért? Azért, mert nincsenek tréningben. Ugye nyár volt, ők maguk sem gyakorolják a beszédet, de a gyakorlatokat pláne nem gyakorolják, tehát persze szintre lehet hozni, ahogy ön említi a kerékpáros hasonlattal, de lesüllyed az a készség, hogyha nem gyakoroljuk valami egy kis szinten lejjebb. Viszont nagyon könnyű újból fölhozni, ha egyszer már a birtokunkban volt ez a képesség. De ez valóban képességé kell, hogy váljon. Tehát olvasok itt egy gyakorlatot, hogy például számok 50-től felfelé, a hétnapjai, a hónapok neve, metronom alkalmazás, aki késik vagy siet, illetve téveszt, az a tapsolásnál kiáll. Tehát, hogy például tapsolunk. Például én is most így mutogatok, mert ez több mint 30 évvel ezelőtt, amikor én először beszédet tanultam, akkor mi megtanultuk, hogy így mutogatunk. És mivel én rádióban kezdtem, én sokszor a rádióban is mutogattam, és amikor televízióba kerültem, akkor nekem meg kellett szokni, hogy tegyem le a kezemet. Utána meg azt mondták, hogy pont ez a baj, hogy úgy ülök, mint egy darab fa. Tehát ezeket mind el kell sajátítani, és megfelelően kell alkalmazni. Erre jó ez a könyv? Igen, és az előbb feltette azt a kérdést, hogy bárki használhatja-e, vagy valami hasonló értelmű volt ez a kérdés. Az alcíme az az, hogy beszédtechnikai gyakorlatok, kézikönyve kezdőknek és haladóknak. És igen, a haladó fokozat az már csak azoknak alkalmas, vagy azoknak ajánlatos, akik egy alapfokozaton túl vannak, és akik igénybe is veszik a szakember segítségét. De az alapgyakorlatok, azok, amelyek könnyűek, és különösen a QR-kód segítségével tényleg pillanatok alatt elsajátíthatók, azok mindenkinek a beszédét följebb hozzák egy bizonyos szinttel. És azt fogjuk megtapasztalni, hogy milyen sok rétegű ez a kommunikáció, hogy a köztudatban az van, hogy itt beszélünk, de hát nem itt beszélünk, hanem az egész testünkkel beszélünk, ahogy az előbb említette, a gesztusokkal. Ha van gesztus, teljesen más a hang, mert a mozdulat és a hang összetartozik. Tehát ha én így csinálok, hogy jó napot kívánok, az másként hangzik, mint ha azt mondom, hogy jó napot kívánok. Tehát, hogy a gesztus és a hang egymást erősítik, vagy gyengítik. Nagyon érdekes, egy több rétegű cselekvés sorozat ez a kommunikáció, amit részekre bontunk először, a propici részekre, azokat a részeket egyenként egy kicsit kipolírozzuk, úgy szoktam mondani, és utána újból össze kell rakni, és amikor ez az összerakás sikerült, akkor mondhatjuk, hogy képességé és készségé alakult, de a gyakorlást nem nélkülözhetjük. Oké, gyakorolni lehet, de a hibáinkra rájöhetünk akkor, ha mi magunk állunk neki szakember nélkül, mondjuk a könyv segítségével gyakorolni? Hiszen elvégzem ezt a gyakorlatot, és nem hallom, hogy jól csinálom-e. Igen, hát a szakember segítsége mindenképpen szükséges, de nagyon nagy szerencsénk van most, szerencsénk idézőjelben ezzel a Covid járvánnyal, mert az ember valahogy jobban rászokott arra, hogy saját magát is felvegye, a saját beszédét is ellenőrizheti, és hogyha valakinek nincs teljesen csapnivalóan rossz füle, és van valamennyi készsége, meg önkritikai érzéke, hogy megítélje saját magát, akkor önmagán is sokat tud javítani az instrukciók alapján. De még egyszer mondom, van egy bizonyos szint, ami fölött nem érdemes, nem szabad, meg bizonyos típusú hiányosságok esetén, például dadogás esetén, diszfónia esetén is használhatók ezek a gyakorlatok, de azt már nem szabad csak szakember mellett csinálni. De most, hogy az online világban élünk, most ez talán még fontosabb, nem? Mert amikor leülünk egymással szemben, mondjuk a fotelekbe, vagy mondjuk egy asztal köré, akkor teljesen más a kapcsolat, mint amikor az online világban beszélgetünk bármilyen számítógépes eszköz segítségével. Tehát az teljesen más tudást igényel. Kicsit olyan, mint amikor valaki egy órát tart mondjuk egy osztályban, meg mikor valaki a televízióban beszél. Teljesen más. Igen, sajnos teljesen más, és ezt tanulom én is most, hogy itt van ez a kényszerhelyzet, amiben én is online térbe kényszerülök, de ennek a módszertanát is ki lehet dolgozni. Most ugye válogatni kell ezekben a gyakorlatokban. Egy csomó gyakorlat kiesik, mert van olyan, legalább 50%-ban szerintem, amihez személyes kontaktus kell, és anélkül nem lehet csinálni a gyakorlatot. Aztán van a számítógépnek, illetve ezeknek az alkalmazásoknak ez a pici késése, ami megint egy csomó gyakorlatot kiiktat, mert
nagyon szeretek egyszerre beszélni a klienseimmel, és ez lehetetlen, hogyha van ez a kis kés is. Aztán nagyon-nagyon zavar engem, hogy csak derékig látom az illetőt. Nekem nagyon hozzátartozik, hogy hogyan tartja a lábát, egyáltalán, hogy milyen a környezet, amiben ő van. Egy gyerek olyan érdekeset csinált velem, amikor az első online órája volt, akkor azt mondta nekem, Eszter néni, megmutatom neked a szobámat. És így végig vitte a szobáján az ő kis kameráját, mert ő is fontosnak érezte, hogy én ne csak azt a kis négyszöget lássam, amit a kamera be tud fogni, amikor ő statikusan ül egy helyben, hanem hogy lássam azt az egész környezetet, amiben ő van. Mert valahogy az is hozzátartozik az egész kommunikációhoz. Azt mondta, hogy egyes gyakorlatok kiesnek. Nyilván ez is egy olyan tudomány, ami folyamatosan fejlődik, és mondjuk más most, mint volt 30 vagy 35 évvel ezelőtt. Biztos, egész biztos. És ebben mondjuk befolyásolja az online világ? Tehát ezáltal új gyakorlatok, új képességek kellenek, mint ami korábban kellett. Igen, magam is meglepődöm tényleg, hogy kényszer helyzetben milyen kreativitás bontakozik ki. Találok ki új gyakorlatokat, mert kénytelen vagyok kitalálni, ha dolgozni szeretnék, és mivel imádok dolgozni, ezért nem fogom abba hagyni, viszont az online tér teljesen másfajta gyakorlatokat követel, és hogyha eredményt akarok elérni, meg ugyanúgy kedvet akarok csinálni, meg ugyanúgy lendületet akarok adni az óráimnak, akkor sokkal változatosabban, sokkal valahogy másként kell. Nem igazán tudom megfogalmazni még, mert ennek ülepednie kell, de tervezem egy cikknek a megírását, mert ugye terápiás munkát is végzek, és ott meg különösen nagyon fontos az, hogy vajon hogy jutok át egy beteg, egy dadogó, egy hadaró, egy diszfóniás, egy afáziás ember esetében a képernyőn, mert oda egy segítség kell akkor nekem, vagy a családból, legtöbbször a családból, vagy a rokonok közül valaki, vagy barát, mert engem ott pótolni kell, mert a személyes kontaktus bizonyos dolgoknál elengedhetetlen. De akkor beszéljünk arról, hogy mire jó a könyv. Ugye az előbb én azt mondtam, hogy meghatározó az, hogy valaki hogyan tanul beszélni. Mit lehet ebből elsajátítani, vagy mi az, amit nem lehet ebből elsajátítani? Kinek ajánlja ezt? Mondok egy példát. Meg lehet tanulni mondjuk a szórendet, mert annak is van jelentősége. Tehát tudjuk, hogy mit akarunk mondani, még talán a mondat össze is áll a fejünkben, de hogy mi lesz az első szó, mi az, amit hangsúlyozunk, mi az, amit a végére teszünk, ami lehet már mondjuk stilisztika is, hogy mivel kezdjük el ezt az egészet, mi van egy bekezdésben, mi van a mondandók elején, közepén és végén, hogy építkezünk. Ez például elsajátítható? Igen, de csak fokról fokra és nagyon lassan. De van például olyan gyakorlat, amit úgy nevezünk, hogy ötös tabu játék, és az úgy néz ki, hogy elszámolunk 100-ig úgy, hogy minden ötödiket kihagyjuk. Na most ez már egy olyan funkcióját igényli az agynak, hogy egy picit előre kell mindig gondolkodnom, hogy tudjam, hogy most nekem tapsolni kell, hogy nem szabad kimondani azt a számot, hogy a következő számot kell kimondani, nem lehet azt a számot, ami helyett tapsoltam. Tehát itt már 3 mondatot mondtam, és még ennél sokkal több mindent fejleszt. Ez az egyetlen egy alapgyakorlat. És pont erre vonatkozó ennek az ötös tabujátéknak az összes továbbfejlesztett változata, hogy az előre gondolkodást, a tervezést, amit maga másként fogalmazott, de szerintem erre gondol, hogy megtervezni egy mondatot, hogy amikor kimondom az első szót, halljam, hogy mivel fogom befejezni, ott belül halljam, mert máskülönben nem lesz jó. És látszik a szemen, hogyha nem tudja az illető, hogy mit akar mondani. Még belekezd egy mondatba, de úgy azt a hasonlatot mondom mindig, hogy most elkezdted ezt a mondatot, de olyan vagy, mint egy gyerek, aki bement egy szobába, de ott sötét van. Gyújtsd fel a villanyt. Nézd meg, hogy mi van a szobában, és lásd, hogy hova akarsz eljutni. És ezek a gyakorlatok fokról fokra, lépésről lépésre pont ezt a képességet fejlesztik. Aztán azt, amit most maga is csinál, hogy miközben én beszélek, valami másra gondol. De ezt kell csinálni a kommunikációban, miközben azt is figyelem, amit a másik mond. Tehát van ugye ez a két szintje, több szintje is van, de két nagyon fontos szintje van a kommunikációnak, hogy tervezem, hogy mit fogok mondani, miközben figyelek és értem és értelmezem azt, amit a másik mond. Ezeket a képességeket is mind fejlesztik ezek a
játékos, érdekes, szórakoztató gyakorlatok. Hát ajánljuk, kereskedelmi forgalomban kapható a könyv? Nem. Nem. Nem, nálam lehet megrendelni. Világos. Hát akkor nem reklám, a médiahatóság mondjuk ezért nem büntethet meg bennünket, bár általában könyvek esetében ez nem szokott bekövetkezni. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm. Budaörs nagyjai címmel új kiállítás készült a Heimat Múzeumban. Ezen a település kulturális életében meghatározó személyeket mutatják be. A tárlat a Kőhegyi Kápolna 1855-ös felépítésével kezdődik, és a Helytörténeti Múzeum 1980-as évek végi megalapításával zárul. De tartalmazza még például az 1933-as passiójáték létrehozását is. A múzeum egyelőre zárva van a látogatók előtt, de a tavaly elnyert Év Múzeuma díjjal járó digitális tárlatvezetésnek köszönhetően online elérhető lesz az új kiállítás is, várhatóan tavasszal. Többek között ez a különleges filmfelvétel is részét képezi a Heimat Múzeum legújabb kiállításának, amely Budaörs kultúrájának néhány meghatározó alakját hivatott bemutatni az érdeklődők számára. Az elmúlt években többször azt tapasztaltuk, hogy a látogatók egyes budaörsi személyek iránt érdeklődnek, illetve többször előjött az emlékeikből a régi budaörs díszpolgárai emlékszoba, és gyakorlatilag innen kezdtünk el ötletelni, hogy akkor ezt a témát újra mai technikai dolgokkal fel kéne dolgoznunk. Eredetileg kicsit tágabb témában gondolkodtunk, ipar is benne lett volna, de végül az anyagból azt láttuk, hogy itt a kultúra is bőven ki tud tenni egy kiállítási anyagot, és emiatt most a Budaörs nagyjain belül is a budaörsi kultúrában kiemelkedő szerepet játszó személyeket mutatjuk be. A tematikus tárlat 1855-ben indul. Wendler Ferenc alakján keresztül mutatja be a Kőhegyi Kápolna építését. Megjelenik benne többek között Bató Géza, Clementis László és Riedl Ferenc munkássága is. A kiállítás anyaga az 1980-as évek végével zárul, ifjabb Szakáli Mátyás és Hauser József bemutatásával, valamint a múzeum alapításának a történetével. Nagyon szemléletesen mutatja majd be a kiállításunkon egy időcsík, ahol minden személy életéből egy évszámot emeltünk ki. Ezek azok a pontok, forduló pontok, amiket mi a legfontosabbnak tartottunk. Ahogy mondtam, ugye a Kőhegyi Kápolnával indítunk, de ezen kívül itt vannak egyesületi alapítási évek, Herzog Szilveszter zenekari pályájának az egyik kicsúcsosodása, amikor zenekarvezető lesz itt Budaörsön, egyesületi újjáalapítás, illetve fontosabb könyvek megjelenése is. Talán már találkoztak a látogatók itt a mottónkkal, ami németül is, magyarul is itt van kint a kiállított térben, hogy a te történeted a mi történetünk, hiszen egy múzeum vagyunk, aminek múltja van, és azt hiszem, hogy ez a Budaörs nagyjai, ez a kiállítás, ez kimondottan ehhez a mottóhoz igazodik, hiszen a én déd szüleim, nagyszüleimnek a korosztályát mutatjuk be, és azt hiszem, hogy ez szerintem mindenkinek, úgy budaörsek, mint az itt lakóknak és a mi őseiknek is egy külön öröm, hogy a mottóhoz szűen egy ilyen kiállítást tudunk megnyitni. A másik, amit úgy kiemelnék, az, hogy egy német pályázat segítségével tudjuk ezt nagyrészt megvalósítani, ami azt is mutatja, hogy nagyon jó és nagyon élő a kapcsolatunk Németországgal, illetve a német előzöttekkel is, és azt hiszem, hogy nekik is nagyon sokat köszönhetünk, amikor egy ilyen kiállítást tervezünk, illetve megnyitunk. A kiállítást dr. Muskovics Andrea néprajzos múzeológus állította össze, a grafikai látvány pedig Balczer Szabolcs munkáját dicséri. Sajnos egyelőre nem tudunk magában a kiállítótérben vendégeket fogadni, látogatókat fogadni, ezért folyamatosan az elmúlt egy évben arra törekedtünk, hogy az online térben jobban jelen legyünk. Ennél a kiállításnál is nagy szerepet játszott az, hogy egyrészt múzeumpedagógiai szempontok szerint épült fel a kiállítás, másrészt pedig miután megnyertük tavaly az Év Múzeuma díjat,
Az egyik külön díj az volt, ami ezzel járt, hogy egy digitális tárlatvezetést kaptunk. Ennek a kiállításnak az egyik lényege az az volt, hogy most elkészüljön, hogy ebbe a digitális térbe, ami minden egyes szobát be fog majd mutatni, ebben már ez is szerepeljen. Tehát direkt ilyen célzattal hoztuk létre a kiállítási anyagot, vagy e köré szerveztük. Ilyen például a 33-as eredeti pasió felvétel, videófelvétel, ami nyilván szinte egy kuriózum lesz magába a digitális térbe, vagy bemutatásába a kiállításnak. A nagy közönség valószínűleg csak tavasszal a bemutatott anyag teljes digitalizálása után tekintheti meg online tárlatvezetésen az izgalmas anyagot, amely a bemutatott archívfilm mellett több kuriózumot is tartalmaz. A kreativitást szeretném még kiemelni, ami nem csak ugye az őseink, hanem most a mostani budaörsökre is jellemző, hiszen itt látható, hogy a körben nézünk, hogy talán jó páran ismerik egy nagyon tehetséges karikaturista, Kovács Laci, aki segített nekünk abban, hogy itt kreatívan is legyenek bemutatva a budaörsiek, tehát szerintem ez egy nagyon különleges részlet ennek a kiállításnak, illetve tovább az, hogy jó pár budaörsi segített nekünk. Például Krejsz Tominak a képes lapjai is gazdagították a kiállítást, illetve Szakáli Zoli is hozott a családjának erekéit, ami szerintem mind azt mutatja, hogy kreatívak a budaörsiek, illetve az, hogy összefognak, és azt, hogy mindannyian büszkék vagyunk erre. Még szeretnénk azt megemlíteni, hogy az itt látható tárgyak egy részében Bató András is segítséget nyújtott nekünk. Ő ugye a pasiót rendező Bató Gézának a legkisebb gyermeke, és ő többször is bejött a kiállítás szervezése során a múzeumba, különböző tárgyakat hozott, illetve mesélt az édesapjáról, és ezek közül is egy tárgy fért itt el a kiállításba, az viszont igazán különleges, ez pedig a Bató Géza által írt Pasiónak a szövegkönyve. Persze annak érdekében, hogy a múzeum legújabb kiállításából egy kis ízelítőt kaphassanak az érdeklődők, addig is, amíg legalább online formájában látogatható nem lesz az anyag, készült egy kis verkfilm, amelyben megismerkedhetnek a tárlat összeállításának a történetével. A film a múzeum honlapján lesz hamarosan látható. A TV 24-ben budaörsi közéleti magazinját a Hétközben látták, most a Halálra táncoltatott lány című holokauszt táncballada következik, amit a Román Oglászó művészeti csoport a holokauszt emléknapján január 27-én adott elő a művelődési házban. Akkor erről beszámoltunk a műsorunkban, most pedig teljes egészében felvételről közvetítjük. Maradjanak velünk, én azonban mára elköszönök, viszontlátásra!